Így fest az a nemrég elkészült népszerű kerékpárút szakasz, amelyre az év kerékpárútja pályázaton lehet szavazni. Hazánk legkedveltebb biciklis útját keresi ugyanis a Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat alkalmából a KTE közlekedés biztonsági tagozata, az Aktív Magyarország, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ, a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Magyar Kerékpáros Klub. A harmadik alkalommal meghirdetett pályázat célja, hogy minél többen ismerjék meg az ország legszebb, legjobban kialakított, illetve karbantartott bringa útjait. A márciusi jelölési szakaszban 59 ajánlás érkezett, melyek közül a szakmai zsűri 11 utat választott ki. A Székesfehérvár-Kisfót közötti szakasz igazából pont ad egy jó példa, hogy egy hálózati elem fejlesztésével hogyan lehet komplexen segíteni akár a városi kerékpározást, akár a turisztikai célú kerékpározást is. Hiszen ezen a szakaszon már volt mellette egy kerékpárút, azonban ez balesetveszélyes volt, többször is történt ott baleset, és az igények úgy megnőttek, hogy szükség volt egy széles kerékpárútra. Az új szakasz hiánypótló, hiszen jó minőségű úton lehet eljutni két keréken a Velencei tóhoz. A Kisfaludról munkába járok mellett a Budapest-Balaton kerékpárút részeként nagy népszerűségnek örvend. Székesfehérvárják jól tudják, hogy ez az új nyomvonal a kisfaludi kaptatót kikerüli, nem kell ott megmászni azt a kis dombot, és az a speciális műszaki megoldás készült itt el, hogy a hetes út alatt készült egy alagút, és így egészen biztonságosan lehet kitekerni egészen a Velencei tóig. A nagy közönség szavazatait május 4-ig várják az erre kialakított felületen, másnap pedig kiderül, hogy a jelöltek közül melyik lett az év kerékpárútja 2022-ben. Az ünnepélyes díjátadásra a Közlekedési Kultúra Napján május 11-én kerül sor, ezt követően a nyertes szakaszon egy emléktábla avatásra is sor kerül majd.